A leggyakoribb autómium betegség a két fő kórkép, ugye a reumatoid artritisz, ezt azért zömmel reumatológus gondozza, illetve a szisztémás lupus. Ez egy klasszikus autómium betegség, nem okvetlenül virágzik ez ki a maga teljes fényében. Tehát nagyon sok olyan eset van, amikor egy-egy mozzanata előtérbe kerül, de nem lehet kimondani azt, hogy ez egy. Teljes körű lupusz, csak bizonyos tünetek vannak meg. Erre aztán, olyankor azt mondjuk, hogy még nem differenciált az autium betegség, vagy kevés tünettel járó, oligoszimptomás lupusról van szó, de mégis talán a leggyakoribb klasszikus autium betegség a szisztémás lupuszeritematózus. Az összes autium megbetegedést azt a gyulladás gátlásával mulasztjuk el. Ugye elméletileg akkor is elmulasztom a gyulladást, ha valakit bedugok egy hideg fürdőbe, és onnan nem jön ki többet. Hát ennél többet tudunk ma már csinálni, de a gyulladásgátlás son túl még nem jutottunk. A gyulladásgátlás egyik eleme lehet. Egyik eleme lehet a steroidkezelés többféle módon, másik eleme lehet a, a, a Gyorsan szaporodó, immunológiailag aktív sejtek gátlása, úgy hívjuk, hogy báziskezelés, ennek is többféle formája van, vagy esetleg a sejt-sejt kommunikációt végrehajtó hírvivő molekulák megakadályozása, gátlása, vagy a hírvivő molekulák bekapcsolódásának a gátlása, vagy a gyulladás területére odavonzó citokineknek a gátlása, vagy a gyulladás közvetítő erős tűz, ingerek, oxigénáram, ezeknek a gátlása.